nagy mérkőzése volt a 9 éves korosztálynak itt a Kozár Miskenyi sportcsarnokban, hiszen régió döntőt játszottak, a régió döntő döntőjében is diadalmaskodtak. Hogy sikerült ez a mai nap? A mai nap 4 mérkőzést játszottunk sorrendben a Tamási, Marcali, Szekszárd csapatai ellen, végül a Mohács ellen. A Tamási és a Marcali volt a két csoportmérkőzésünk, a Szekszárd ellen játszottuk az elődöntőt, és az utolsó mérkőzésen a Mohács ellen a döntőt. Milyen tétje van egy ilyen régióbajnokságnak? Alapvetően a régióbajnokságból az országos elődöntőbe lehet bejutni, ami már ugye a nyugati országrész 4 régiójából jövő csapatokat jelenti, és onnan lehet bejutni az országos döntőbe. Mennyire felkészült ez a korosztály itt Kozár Miskolcban? Tavaly ezzel a csapattal sikerült bejutnunk az országos döntőbe, idén is ez a cél, ami nagyon nehéz lesz, mert ebben a régióban van 5-6 nagyon jó csapat, de csak 4 juthat be. A szerencsés most az, hogy első helyen jutottunk tovább, így talán egy picivel könnyebb ágra kerülünk, hiszen az elsőt ugye mindig utalmazzák azzal, hogy könnyebb ágra kerülhet, de nem fogják ingyen adni azt az országos döntőbe jutást. Milyen felkészültség kell ezeknek a lányoknak, hogy ilyen szintre eljussanak 9 éves korukra? Ezek a gyerekek hetente 4 alkalommal edzenek, egy-másfél órás edzésidőtartamba. Erre van szükség, én azt gondolom, és ahogy itt a tapasztalom, azok a csapatok, akik ebbe a 8-10-be benne vannak, az ország 8-10 legjobb csapata, ezt az edzésszámot csinálja megfelelő szakmai munkával. A most diadalmaskodó gyerekek mikor kezdtek itt kézilabdázni? Másfél éve. Mindenkiben megvan az elszántság, elhivatottság, látom a küzdés az megvolt. Én úgy gondolom, hogy a csapatom nagy részében igen, természetesen sosem szabad elfelejteni, hogy ők még gyerekek, tehát ők még nyitottak nagyon sok minden másra is. Nem ez a kor, amikor letisztul az, hogy kiből lesz kézilabdás, vagy kiből nem. Mindenesetre azt jó látni, hogy itt a gyerekek és a szülők nagy része nagyon komolyan mellé állt és mögé állt ez a dolog mögé, és ezért tudunk ilyen sikereket elérni. És a szülők szurkoltak is, vagy szurkoltak mások is? Hát nem csak a szülők, de itt kijöttek ide az OSB-s csapatunk tagjai is, és ez most nagyon fantasztikus hangulatot teremtettek. Ráadásul még a Mohácsról is igen szép számmal eljövő közönség is, nézőközönség, szurkolók is. Tehát egy jó, igazi jó kézlabda hangulat volt. Ezekért érdemes dolgozni, ezekért a pillanatokért. A régió elődöntő mikor és hol lesz? Még nem tudjuk. Pályázni kell rá. Küldöm az e-mailt és pályázunk. A többi csapatban milyen hírek, aktualitások vannak? Hát a legfontosabb az, hogy egy lépésre vagyunk a felnőtt csapat bajnoki címétől. Jószerivel egy lépésre vagyunk a junior bajnoki címtől, és egy lépésre vagyunk az MB3-as junior csapatunknak a felnőtt bajnokságban lévő aranyérmétől. Úgyhogy azt gondolom, hogy aki szeretne egy nagyon komolyat ünnepelni, és ezt a csapatot megnézni, hogy ki nyeri meg a bajnokságot, az jöjjön ki szombaton 13-án, 18 órára a Siklós elleni mindent eldöntőre. Ugyanis azon a mérkőzésen, ha nyerünk, akkor a bajnokság visszalévő 4 fordulójától függetlenül a bajnoki címet ünnepünk. Erre azt lehet mondani, hogy a célnak megfelelően halad a szekér? Abszolút. Köszönjük szépen. Köszönöm én is.